Rendkívül jó hírekkel szolgáltok nektek, srácok, lányok, és a Supercell új játéka a Squad Buster soft launcholni fog, avagy pár országban ki fogják adni a játékot, és mindenki számára végre elérhető lesz. Lássuk nem csak egy kis időszakra, hanem véglegesen. Úgyhogy nézzük meg is, hogy mit is lehet tudni a Squad Buster soft launcháról. A Squad Buster tegnap jelentette be, hogy soft launcholni fogják a játékot, és a mai napon raktak ki egy videót azzal kapcsolatban, hogy mi is lesz ebbe benne. Úgyhogy nézzük is meg, egy 3,5 perces videóról van szó, szóval nem annyira hosszú, de kíváncsi vagyok, hogy miket tudhatunk meg róla. Ugye ez a játék már nagyjából 10 hónappal ezelőtt egy két héttel elérhető volt pár kreatornak, illetve pár országban. Viszont most visszatér, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog érkezni, úgyhogy hallgassuk csak Paulát, hogy mi a szituáció. Hello, hello, Paula! Elég volt a bulizásból. Nézzük meg az infokat. Visszatér. És nagyon sok új kontenttel tér vissza, ugye erre vártunk, Squad Busters. Nem tudom, hogy a logója megváltozott, vagy ez eddig is ilyen volt az óbetű. Igen, ott van Paula, nagyon menő. Igen, kíváncsiak vagyunk, hogy mi, hogyan nézzek ki a kedvenc Supercell játék karakterjeink ebben a játékban. Ugye egy csomót már láthattunk korábban, rengeteg videóm is volt egyébként. Nagyon jól néz ki egyébként a játék, bár ez sokat nem változott. De cuki az a csirke, az nagyon tetszik egyébként. Minden karakter baby formátumba kezdődik, akkor azért tűnt ennyire cukinak. Hát ez nagyon jó. Ott van egy ilyen goblin, őt pár szerintem látható, csak kicsikét átdolgozták. Aha, új képességek vannak, skeletonok, még több skeleton, most már spellt is fog dobni például a Witch, ami az egyik kedvenc karakterem volt. Képességek, na várjunk, képességek nem is voltak eddig. Ez teljesen új dolog. Oké, okay, azok a képességek is. Baby formátum, klasszikus formátum, szuper, az olyan, mint az Evolution mondjuk a Clash Royale-ba, vagy nem tudom. De az, hogy három szintje lesz, bár upgrade-en eddig is lehetett, csak képességek nem nagyon voltak. Vagy még több érdekes formációban. Itt két árnyat láthatunk, gondolom két olyan kártya, vagy olyan karakter, amit még nem láthattunk, vagy olyan formában nem láthattuk még, mint ebben a Squad Busters új verzióban láthatjuk majd őket. Vagy később. Négy nita. Négy. Az nagyon sok. Aha, duplikéteket kell gyűjtenünk, és evolválnunk kell, fejlesztenünk kell őket. És egy teljes új rendszer, 100 elixír vagy micsoda, az elég soknak tűnik, legalábbis azok alapján, amire emlékszem. Igen, és össze tudjuk merge-olni őket minden meccsel. Minden látát kapunk, de jó! Mert nagyon kíváncsiok. Na jó, és úgy működik, mint a Star Drop-ok. Láthatjátok, tudjuk fejleszteni. Cseles, nagyon cseles, Supercell. Karaktereket kaphatunk benne. Aha, nem mindegy, hogy milyen pozícióban. Jó, és 9 barbárt kaptunk, akkor az azért volt 4 nyita, mert nem egy meccsben volt 4 nyitánk, hanem 4 nyitát nyitottunk egy ládából. Értem, tök jó, és nézd meg, milyen cuki a 9 darab mini barbár, hát valami eszmertlő aranyos. Aha, minél jobb vagy egy meccsben, annál többször tudod upgrade-elni a chestedet. Ez nagy jó, szóval annál nagyobb lehetőség van rá, hogy jobb ládát kapsz. Ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Rare, epic, big epic chest. Aha, tehát nagyobb lehetőségünk lesz nyilván jobb dolgokat indítani ezekből a ládákból. Igen, több és ritkább karakterek. 5 darab Mortis például, nem tudom miért néz ki ilyen furán a kép, ne haragudjatok érte. Aha, tehát minden alkalommal, amikor evolváljuk vagy fejlesztjük a karakterinket, kapunk ilyen energiát. Oh, és itt van a Trophy Road, vagy nem is tudom, minek hívjuk. Igen, ott látod a Colt, El Primo, meg aztán a Nightwitch. Nightwitch, az mindjárt kiderül, vagy simán Witch. Aha, egy másik világot láthatunk, ott lehet bót felállokkolni, ugye a Brawl Stars-os világ kvázi. Ott van Max, Bo, meg Bea, ez eddig is így volt, a Desert World-ben tulajdonképpen. Új világokat tudunk feloldani, ez is eddig elérhető volt, de csak 3-at tudtunk eddig feloldani. Új karakterekkel, új tematikával fognak ezek a világok érkezni, eddig mindegyiket ismerhettük. Bosszok, az egy elixír golem boss volt! Az egy elixír golem boss, az pedig egy nagy wizard, illetve egy nagy karakter a HD-ből, akit nem tudom, hogy hívnak, az a Chaisi. És ezek pedig a moderátor, nem moderátorok, a játékmódok tulajdonképpen, nem játékmódok, a modifierek. Epic Overload, Doppelgangers, igen, Megosztart, na ez egy új dolog. Vekamol, ez is volt már, a többi pedig ismerős, meg ez a Royal Ghostos is. Igen, új világ, lesz egy új világ, egy új szint. Hogy mutassak be? Mega unitok, na nézzük, ez egy mini Brawl Talk tulajdonképpen. Igen, két kis csirke.
Igen, most Fusion, amikor egybe ment három vagy kettő karakter, nem három pontosabban. Igen. Igen, 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 hármat kombinálunk tulajdonképpen. Itt közben nézzeket, hogy mik vannak itt oldalt. Hográny, de nagyon cuki, úristen, Archer Queen. Igen. Igen, most már a Fusion-on kívül kapunk még valami plusz dolgot hozzá, mindjárt kiderül. Nagyobb karakter, Lucky Find, Mega Unit, tehát ezeket megtalálhatjuk. Egy Dragon Chicken, érdekes, tehát hogyha van már, nem, nincsen csirkéje, szóval ezeket, ha szerencsések vagyunk, megtalálhatjuk. Mega Unit. Atya úristen! Jézusom! Igen, tehát ez speciális verziója a jelenlegi karaktereknek. Aha, nagyon jól néznek ki, másképp néznek ki vizuálisan, meg nyilván erősebbek is, más képességük vannak, stb. Ó, El Primo, sokkal erősebbek, tehát ezeket érdemes választani. Nagyon ritka. Ám mondjuk ez nem annyira, hogy ez szerencse alapú, mert ha valaki ezt talál, akkor neki sokkal könnyebb lesz megnyerni a becset tulajdonképpen. Szóval ez a szerencsefaktor, ez nem mindig jó, de ha mi kapjuk, akkor persze nagyon jó. Igen, igen, mondjuk, hogyha nagyon úgy látod, hogy nincs esélyed, és találsz egy ilyet, akkor ezzel meg tudod nyerni a meccset. Aha, tehát a dolgok, amiket össze tudunk gyújtani, vannak kulcsok, van ez a kocka, erre emlékszem, az, ami ott jobb oldalt van, ez pedig a Mega Unitok. Igen, az első kettő az volt, a Mega Unitok pedig most itt kettőt mutattak, az El Primusat, meg a csirkéset. Igen, Tara kártyái, ez ilyen belépési rewardok tulajdonképpen, nem tudom, de tök jól néz ki, meg egy imótot is kapunk, meg egy ládák. Igen, a shopból tudunk vásárolni Mega Unitokat, például mi 5 Mega Unit, ez hogyan működik? Ha találd, ezt nem gyűjts össze 5-öt, és akkor kapsz, gondolom, valami nyereményt. Most 2 is lehet. Ha a kollekciódban minél több mega van, akkor sokkal gyakrabban találkozol. Szóval ezek gyűjthetőek lesznek, jó, és akkor nem annyira szerencse alapú. Igen, az a kocka az a reroll volt, oké. Aha, értem, szóval több esélyünk van. Ezért remélem, hogy nem lesz nagyon durván szerencse alapú az egész. Igen, Eltigre, meg Dragon Chick az első kettő. Igen, az első kettő elérhető meg lesz. Igen, viszont folyamatosan fognak hozzáadni. Oké, ez amúgy jó, ez tetszik, ez kifejezetten tetszik. Igen, gemeket csatákban gyűjtünk össze, gyűjtsünk nyereményeket. Super Pass a jobb árakért, szóval itt is lesz egy ilyen Battle Pass, Brawl Pass. Oké, és... Gem Pass, Super Pass. Hát ez biztos, hogy pénzbe, igazi pénzbe fog kerülni, és nem játékból szűjtött a dolog, bár nem is látom, hogy ott van, mibe kerülne. Igen. Aha, tehát a gemeket, amiket összegyűjtesz, most már nem csak ezzel tudsz nyerni. Aha, szóval a Gem Pass-en ez alapján tudunk fejlődni. Ez tök jó, hogy a játékbeli teljesítmény nem például a helyezés alap. Bár mondjuk, ha vesztünk, akkor elveszítjük az összeset. Nem mindez, nem tudom, hogy el lesz kitalálva, de nagyon sok nyitva van itt amúgy a kijelzőn. Szóval, hogy izgalmas lesz, izgalmas lesz. You will find many rewards. Nagyon sok nyeremény. Now, put on your favorite sunglasses. Vegyük fel a szemüvegünket. Igen, hova megyünk? A tengerpartra. Az egy bumbicsos karakter. Ez egy bumbicsos karakter fog érkezni a tengerparti tematikával. Igen, bumbics. Új környezet. Nem, mondjuk nem annyira különleges, kicsit hasonlít az elsőhöz, ami egy sivatag, meg a tengerpart az elég közel áll egymáshoz. Új modifierek, loot surge, gondolom ott durvább lootok lesznek, monster petek, gondolom a petek azok sokkal durvábbak lesznek, valami gyűrű lesz, meg valami, amit kitakar Paul, azt nem tudjuk, hogy pontosan mit csinál. Három új karakter, a heavy, de szerintem a heavy az már volt, a Penny az teljesen új, azt szétadom, és a tank, aki egy tank vagy healer, őt szerintem gondolom a Boom Beach-ből van, hát nem ismerem annyira a játékot, a Heavy-t viszont ismerjük. Penny the Pirate, a kalóz. Vele találhatunk rejtett nyereményeket a homokban. És vajon splash-elni fog a támadás? Biztos, hogy splash-elni fog. Akkor lehet, hogy nem volt Heavy. Miért gondoltam azt, hogy... De szerintem volt Heavy, csak annyira messze volt, hogy nem tudtuk elérni. Backbone to any squad. With ramping damage and an ability to heal himself. Igen, healelni tud, és minél tovább áll egy helyben, ha jól értelmeztem, annál többet tudunk vele majd sebezni. And lastly, Tank. Tank. Igen, ez egy healer, nem? Lives up to her name by taking control of tanks found on the map. Nem, ilyen tankokat, ha találunk, azokba bele tud bújni. Atya úristen. Ezzel nagyon erős. Alapjáton gyenge lesz, de gondolom a tankba beszél, akkor pedig nagyon erős lesz. Ez nagyon jó pofa. Aha, a squad journey végén 60-as szint, azért az nem kevés, azt mondja, hogy lesz el kell én.
Desert and Royal Walls. Igen, úgy van ez a Clash Royale-os. Oh, ez mennyire jó, ez ideig nem sikerült még eljut. Oh, ott gárcok vannak. Úristen, nagyon az összes játékon keresztül mennek. Ez nagyon menő. Walls, you... Igen, hogyha megcsináltad a jelenleg elérhető összes világot. Squad League, gondolom, ez ilyen ranked lesz. Igen, kupákat, meg új kompozíciókat kaptam, teljesen értem. Utoljára, party, tudsz a haverjaiddal játszani, let's go! Nagyon jó! Ez nagyon tetszik. Na nézzük, hogy ki fog tudni játszani a játékkal. Elérhet az Android és iOS. Április 23-án, ezekben az országokban. Kanada, Mexikó, Dánia, Spanyolország, Finnország, Svédország, Norvégia és Szingapur. Hát nyilván nincs Magyarország, de VPN-nel lehet tölteni. Majd belinkelek videót a leírásba, hogy hogyan tudjátok letölteni, hasonlóan, mint a bétában lévő Supercell játékokat, a korábbiakat. Hashtag Squad Sneak Peek. Oh no, azt hittem benne vagyok, de lesznek sneak peekek. Igen, igen, lesznek sneak peekek, szóval ha érdekel a játék, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, mert lesznek videók a Squad Bastards-ről, let's go, de várom, már nem tudom, hogy mikor, meg hogyan iratkozz fel, hogyha nem akarsz ezekről lemaradni. Nagyon kíváncsi vagyok a játékra. Legközelebb találkozunk, és ennyi volt igazából. Hát azért szerintem ez nagyon váratlanul jött mindenkinek, srácok, lányok, és nagyon remélem, hogy tetszik nektek az a játék, mert én nagyon várom már, hogy kipróbálhassam, és nagyon várom már a videókat, de mielőtt kipróbáljátok, majd lesznek a videók, szóval jobban meg fogjátok tudni, hogy mi ez a játék, pontosan mik fognak benne érkezni, meg stb. De ha érdekel a játék, akkor remélem a korábbi videóimat, mert ezeket is be fogom linkelni a leírásba, csekkoljátok le őket, ha esetleg érdekel titeket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és YouTube szerint ez a videó érdekel titeket, úgyhogy én csak